Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Élelmiszer ellenőrzésekről fogunk ma beszélgetni, hiszen véget ért egy hosszú időszak, márciustól egészen húsvét hétfőig tartottak az élelmiszer ellenőrzések itt a megyében is, természetesen az egész országban. Vendégem pedig Szilberd Gergely, a Fejér megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának vezetője. Köszönöm, hogy itt van velünk. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Hát azt hiszem, hogy ez egy visszatérő időszak, esztendőről esztendőre megvitatjuk, hogy mi minden történt, és én azt vettem észre, hogy valahogy mindig jobb a helyzet. Menjünk mi sorban, hiszen márciusban még a koronavírus járvány előtt voltunk, amikor elkezdődött ez az élelmiszer ellenőrzés sorozat, és bőségesen belelógott, hiszen nagyon is jól tudjuk a húsvéti ünnepekbe. Nézzük az első felét, tehát beköszönt a tavasz, és az ellenőrök is elindulnak. Melyek az elsődleges szempontok így tavasszal az élelmiszer ellenőrzések sorában? Hát hatóságunk életében három nagy kiemelt időszak van. Ugye a karácsonyi, a nyári, és hát a most véget ért tavaszi vagy húsvéti célellenőrzések időszaka. Ilyenkor mindig az élelmiszerláncért felelős államtitkár rendeli el azt a kezdő időpontot, amikor meg kell kezdenünk az ellenőrzéseket, de hát mi is számítunk rá, illetve természetesen az élelmiszervállalkozók is számítanak arra, hogy megkezdődnek az ellenőrzések. A témák, termékek, illetve a helyek mindig tulajdonképpen hasonlóak. Mindig ellenőrizzük az élelmiszer előállítókat, tehát tulajdonképpen ahonnan az élelmiszerek származnak, és ellenőrizzük a forgalmazókat és a vendéglátóhelyeket is. A termékkörök pedig, mint minden évben, ilyenkor is a húskészítmény, kiemelten természetesen a füstölt árukra, a sonkákra, illetve a tojás termékek, amelyek ilyenkor nagy számban fogynak. Nem feledkezhetünk meg az édesipari termékekről, itt főleg a csokoládéból készült figurákra gondolok. Természetesen ellenőrizzük ilyenkor az alkoholos termékeket, kiemelten a borokat, és a zöldséggyümölcsről sem feledkezünk meg. Illetve a higiéniáról nem különben, hiszen az fontos, hogyha bemegyünk valahova, akkor mi fogad bennünket, mármint az eladók részéről. Természetesen minden, szinte az ellenőrzés első pontjától az utolsó pillanatig folyamatosan figyeljük. Kezdjük a higiéniát. Kezdjük talán ezzel, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy speciális tisztaságot igényel az élelmiszer eladás, tehát egy élelmiszerbolt, illetve, és ez független attól, hogy ez piac, kocsma, étterem, vagy éppenséggel olyan vendéglátóipari egység, ahol mást is árusítanak. Mi az elsődleges szempont ilyenkor? Mire kell az előadóknak figyelniük? Mire figyelnek az ellenőrök? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a járványos helyzet, ami előállt, nem sok újdonságot hozott az élelmiszer előállítóknak, forgalmazóknak, mert nekik folyamatosan nagyon nagy hangsúlyt kell tenni az élelmiszer forgalmazás előállítás higiéniájára. Így természetesen hatványozottan odafigyelnek arra, hogy mindig biztonságos termékkel lássák el a fogyasztót, ugyanis ez az ő felelősségük. Az ellenőrök egy-egy ilyen ellenőrzés megkezdésekor mindenképpen már a belépés előtt megfigyelik annak az egységnek, a környezetének a higiéniáját, de olyanra is odafigyelnek például egy nagyobb élelmiszer előállító esetében, hogy a terület mennyire rendezett, mert hogyha már az rendezetlen, az már sok mindent elárul annak a vállalkozásnak a hozzáállásáról higiéniai kérdésekbe. Utána természetesen vizsgálják magának az egységnek a higiéniáját, de vizsgálják a személyi higiéniát is, így az eladóknak, illetve a dolgozóknak a ruházatát, de a kezét is, illetve megfigyelik azt, hogy munka közben mit és hogyan tesznek. Menjünk akkor be egy olyan üzletbe, és nyilván több lehetőségünk van erre, de menjünk ki a piacra, hiszen mi magunk, azt hiszem nem csak a székesfehérváriak vannak így, nagyon szívesen járunk piacra, és most a húsvét tájákán a sonka és a füstölt áruk rendkívül népszerűek. És azt láttuk, hogy elképesztő mennyiség van, és minőség. Hogyan lehet ezeket a házi készítésű
sonkákat, kolbászokat ellenőrizni? Hát egyrészt ugye csak az forgalmazhat ilyen terméket, aki ilyen úgynevezett külön engedéllyel rendelkezik, ha ő forgalmazó, vagy ha kistermelő, tehát a saját maga által tartott állatokból készít terméket, akkor pedig ilyen engedéllyel, kistermelői engedéllyel kell rendelkeznie. Tehát először is megvizsgáljuk, hogy egyáltalán az a hely az legális-e. Amennyiben legális, akkor utána vizsgáljuk az árunak az eredetét, amit egy forgalmazó egységnél vagy szállítólevéllel, vagy számlával kell igazolni, ha pedig kistermelő, akkor pedig azt kell igazolnia, hogy azt az ő gazdaságában állította elő. És ezután vizsgáljuk természetesen a jelölését, hogy az megfelelő-e, illetve hogy magával a dokumentumokkal megegyező termékről van-e szó. És utána, ha bármilyen gyanút észlelünk, akkor mintát is vehetünk belőle, amelyet pedig a laboratórium vizsgál meg. Más higiéniai jogszabály, vagy szabályok vonatkoznak-e a piacon árusítókra, mint a nagy áruházakra? Tulajdonképpen nem. Mindenkinek be kell tartani azokat a minimális feltételeket, amelyek az uniós vagy a hazai jogszabályokban kiolvashatóak. Természetesen olyan apróbb különbségek vannak, hogy a csomagolt és a csomagolatlan termékeknek a jelölése eltérhet egymástól, de mert a piacokon általában a csomagolatlan termékekkel találkozunk, még a nagy áruházláncokban általában a csomagolt termékekkel. Nagy kérdés mindig a tojás. Nagyon is jól tudjuk, hogy a házi tojásnak nincs párja, és nagy a keletje, és ezért óriási a minőségi különbség. Hogyan lehet ellenőrizni a tojást például? Gondolok itt elsősorban az egészen kisméretűtől a nagyig, és az különböző kategóriába tartozik nyilván. Látunk olyat, hogy van rajta jelölőpecsét, másikon nincsen. Mi a szabvány ilyenkor? A jogszabály pontosan meghatározza, hogy milyen állománylétszám alatt nem kell külön jelölni a tojást, de azt kell, hogy mondjam, hogy általában Magyarországon már ezek az állományok meghaladják azt a minimális létszámot, tehát általában jelöltek ezek a tojások. Természetesen főleg piacon elképzelhető, hogy külön jelöléssel nem kell ellátni, de ilyenkor is a fogyasztót tájékoztatni kell mindenről. Ilyen kistermelő esetében a név, engedélyszám, illetve a székhely mindenképpen, hogy ott kell, hogy lógjon a stand mellett, hogy beazonosítható legyen az a termék. És az egy nagy kérdés, hogy ugye csomagoltan, tehát dobozban árusítják-e azt a tojást, vagy lédig, tehát ömlesztett formában. Mind a kettőre megvan a lehetőség. Amennyiben előre becsomagolják, tehát dobozban van, akkor azon a dobozon más jelölésnek kell lennie, ugyanis ott a tojás csomagolónak az azonosíthatóságát kell megnézni. Nagyon egyszerű, tulajdonképpen a tojáson egy nagy T-betűt tartalmazó számot szoktunk találni, még a tojás csomagoláson egy TC-t tartalmazó hosszú számot, és általában a dobozon még jelölni is szokták azt, hogy mi mit jelent akár a tojás jelölésen, akár a csomagoláson, de pontosan beazonosíthatónak kell lenni az árutojás termelő tojóállomány helyének, de még annak is, hogy melyik istállóból származik, ha mondjuk annak a tojástermelőnek több istállója van, de arra is utalás van a számokban, hogy azt a milyen körülmények között tartották azokat az állatokat, tehát ketreces tartásban, vagy például ketrec nélküli tartásban. Nagyon fontos mostanában a piacokon feltűnnek, itt apropó, mert a csokival folytatjuk nyilván, de egyre több tejet árusítanak. A tejre és a sajtra, illetve a tejtermékekre általában milyen előírások vonatkoznak? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy szigorú előírások vonatkoznak, mert ha történelmileg nézzük, akkor a tej régen ugye veszélyforrás is lehetett, főleg a nem hőkezelt tej, mert a gümőkor baktériumának terjesztésére sajnos nagyon alkalmas volt, ezért vezetődött be, hogy tejet közfogyasztásra,
csak hőkezelten szabad árusítani. Ez alól természetesen van kivétel, de amennyiben nyers tejet árusít valaki, akkor látható módon jelölni kell azt, hogy a tej csak hőkezelés után fogyasztható. Tehát nyers tejet jelenleg sem lehet elméletileg a fogyasztónak elfogyasztania, mert ha nyers tejet vásárol, akkor otthon fel kell forralnia. A sajtok, igen. A sajtoknál természetesen kétfajta lehetőség van, már előve pasztőrözött, tehát hőkezelt tejből készült sajtok, és a nyers tejből készült sajtok, de ezek a sajttermékek bevizsgálásra kerülnek, tehát ami már közfogyasztásra kerül, az nagy valószínűséggel biztonságos. Mi újság a kenyereknél? Kenyér, kifli, buci és így tovább, hiszen ma már látjuk, hogy kismillió olyan kisüzletben is sütnek kenyér árut, pékterméket, ami eddig elképzelhetetlen volt. Vagy vissza az eredendőhöz, mondom én, ami ahogy 50 éve volt. Hát ez azt kell, hogy mondjam, hogy a minőséget mindenkinek magának kell megítélnie. Természetesen a régi technológiával készült kenyerek elképzelhető, hogy magasabb áron is lesznek forgalmazva, sokkal több élő emberi igényt igényel, munkát, de ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, viszont nagyon szigorú szabályok szabályozzák az élelmiszerkönyvben, hogy mit, hogyan nevezhetünk, tehát melyik kenyérfélét lehet rozskenyérnek, vagy rozsos kenyérnek. Itt például a liszt százalékában súlyos eltérések vannak. Erről szerintem mi már beszélgettünk, igen, részletesen is, hogy ezt az élelmiszerkönyv nagyon pontosan leszabályozza, és mi természetesen ezt ellenőrizzük is, ugyanis egy-egy ilyen kenyér előállításához is kell termékleírással rendelkezni, és ez alapján lehet csak elnevezni azt a kenyeret. Tehát, ha leemelünk egy kenyeret a polcról, annak meg kell felelni ezeknek a szigorú előírásoknak. Csokoládé termékek, ez kivételesen fontos húsvét tájékán, hiszen a nyuszi hozza a tojást, majd a nyulakról is beszélünk, mert egyre inkább elterjedt, én is láttam most itt Fehérváron is számtalan nyulat, holott nem volt olyan óriási nagy piac sehol sem, de akkor a csokoládé nyulakról, tojásokról. Mi a csokoládé? Azért tisztázzuk, számtalanszor beszéltünk már róla, mi viselheti ezt a nevet? Hál' Istennek itt is nagyon nagy változás volt az elmúlt években, mert csokoládét csak magas a kakaó tartalommal bíró termékek viselhetik a nevükön. Tehát, hogyha mi már csokoládé feliratú terméket látunk a boltban, az biztos, hogy egy magasabb minőséget képvisel, mintha például nyúlfigura névvel van ellátva, azt nem véletlenül teszi az előállító, mert minőségben egy gyengébb termékről árulkodik. Nem arról van szó, hogy ez ne lenne biztonságos, de biztos, hogy minőségben gyengébb, hogyha a csokoládé szó nem szerepel a nevében, vagy az összetevők között. Értem. Tehát akkor, ha már szóba hoztam, akkor nézzük a nyulakat. Milyen szigorú szabályoknak kell megfelelni, aki nyulat árusít a piacon, húsvét tájékán? Mert van keletje, azt nagyon is jól tudjuk. Hát itt általában ezt húsvét előtt szoktuk elmondani, hogy ugye élő állatot csak az vásároljon, aki utána is tud gondoskodni az állatokról, ugyanis szigorú szabályai vannak az élő állattartásnak, így az élő állat forgalmazásnak is, tehát csak engedéllyel bíró élő állatforgalmazó árusíthat élő állatot, de a fogyasztónak ez egy kicsit rossz kifejezés ebből a szempontból, tehát a leendő állattartónak is nagyon komolyan oda kell figyelnie, hogy csak akkor vásároljon, ne egy hétre, ne egy napra vásároljon élő állatot, hanem utána gondoskodnia kell róla, ugyanis, hogyha nem ezt teszi, és valami olyat követ el, ami az állatnak hátrányos, akár az élete
az életét kioltja, akkor az állatvédelmi törvény ellen vét, ami bizonyos esetekben bűncselekménynek számít. Zöldség és gyümölcs. Ugye ez mindegyik évszakra, de azért a tavasz és a nyár a legfontosabb, hiszen hogy ilyenkor már megjelennek a primör termékek. És azt látjuk, hogy minőségben, kinézetben is mindmán más-más. Tehát ez helyektől függ. Ilyenkor mit ellenőriznek? Hát mindenképpen ellenőrizzük a magát a terméknek a minőségét, így a tavaszi célellenőrzés során is az egyik bírság kimondottan nem megfelelő minőségű zöldség forgalmazása miatt lett kiróva. Itt ebben az esetben elkobzásra is került, és megsemmisítésre az a nem megfelelő termék. Tehát egyszerűen nem elég csak kirakni a terméket, hanem azt folyamatosan figyelni is kell, mert ha romlásnak, penészesedésnek indul, akkor azt le kell venni a polcokról. Nagyon fontos az eredete annak a terméknek, hogy honnan származik, és lényeges az, hogy csak legális nagybani forgalmazótól vagy előállítótól lehet forgalmazni zöldséget, gyümölcsöt. Hát a legendás szlogen, a szántóföldtől az asztalig kell végig kísérni a történetét. Nos, hát ilyenkor általában évről évre a húsvéti piacokról szoktunk beszélni, illetve húsvéti vásárokról, tehát idén nem volt húsvéti vásár. Viszont felmerül, tekintve, hogy az éttermek sem voltak nyitva, erről nem kérdezem, hiszen március elejétől csak néhány nap állhatott a rendelkezésre, hiszen, mint tudjuk, kitört a járvány. Viszont nagyon fontos kérdés, hogy elterjedt, és azt hiszem, hogy hála Istennek teszem hozzá, mert így nem mennek csődbe az éttermek és a többiek, a házhoz szállítás egyre nagyobb méreteket ölt. Ilyenkor mire figyeljünk, hiszen itt azért ez még ingoványos talaj. Így van, mi is ezt láttuk. Csökkent, de azért drasztikusan nem csökkent az ellenőrzéseink száma a vendéglátóegységekbe. Csak nem ugyanazt néztük, hanem kimondottan a járvány miatt kialakuló kiszállítást, illetve ételelvitelt vagy elszállítás körülményeit vizsgáltuk meg. Ilyenkor az élelmiszervállalkozónak természetesen vállalnia kell a felelősséget, illetve nagyon oda kell figyelni, hogy ilyenkor is biztonságos élelmiszert szállítson ki. Gyorsan be kellett szerezniük egyszer használatos csomagoló anyagokat, műanyag vagy papír tálcákat, tányérokat, egyszer használatos evőeszközöket, amelyeket biztosítottak az elvitelre, illetve kiszállításra kerülő ételekhez. Ezeknek a tárolását meg kellett, hogy oldják, ugyanis nagyon fontos az, hogy nem szennyeződhetett ez a csomagoló anyag, mielőtt még az étel belekerült volna. Utána nagyon oda kellett figyelniük arra, hogy megfelelő hőmérsékletű étel kerüljön kiszállításra, mert ezt is ellenőriztük, hogy a megfelelő melegentartás megtörtént-e, és nagyon lényeges az, hogy fogyasztóként is figyelhetünk arra, hogyha egy kihűlt, nem megfelelő ételt hozott ki a futár, akkor azt nem szabad elfogadni, vissza kell utasítani. Aki viszont még mindig, hogy így mondjam, bizalmatlan, akkor az pedig vesse alá még egy hőkezelésnek, és csak utána fogyassza el. Ez fontos kérdés mindenképpen. Az alkoholos italokkal nem véletlenül fejezzük be ebben az értelemben, bár még lesz kérdésem, mert hogy ebben az időszakban ez volt a sláger mindig, hiszen én nem mondtam, hogy kinyitottak a pincék mindenütt jószerivel, most kicsit mások a viszonyok. Most mi a teendő, hiszen azt tudjuk, hogy a kocsmák nincsenek nyitva, a vendéglátóipari segítségek nincsenek nyitva, viszont egyre inkább szintén elterjedt a dohányboltokban kapható szeszes italok ára, minősége. Erre ki figyel egyébként? Hát én úgy tudom, hogy napról napra a tájékoztatókban előkerült, hogy ez egy nem megfelelő gyakorlat, hogy a kocsmák bezárásával a
a dohányboltok lettek a kocsmák, igen. Történt ez az alkoholfogyasztás. Természetesen erre is szigorú szabályok vonatkoznak, hogy lehet egy ilyen egységet üzemeltetni, és mivel ezeknek az egységeknek be kellett zárniuk, így ezt más sem használhatta, és nem is használhatja ki. Kellenek természetesen a fogyasztóknak is a jogkövető magatartása, tehát hogy ne kilépéskor egyből föl kelljen bontani azt a terméket, amit el akar fogyasztani, vagy meg akar enni, hanem haza kell menni, ugye csak arra az időszakra lehet elhagyni az otthonunkat, amíg a bevásárlás történik, igen, és nem arra, amíg elfogyasztjuk az ételt, italt. Viszont azt láttam, hogy rengeteg bortermelő a vendéglátó egységekhez hasonlóan házhozszállítást vállalt, és ezzel próbálják nagyon helyesen túlélni ezt az időszakot, amikor nem tudnak a vendéglátó egységekbe, büfékbe szállítani. Még egy mellékszál, egy kérdés, ugye abban a pillanatban, amikor berobbant a járvány, olvastunk egy lehelpiacos csirkehúsárusról, aki kitette, hogy 3990 forint egy kiló csirkemell. Ilyenkor mi a hatóság dolga? Azt tudjuk, hogy most itt mi történt, miután nyilvánosságra került, megbüntették azt hiszem 300 000 forintra, de ez mellékszál. Tehát erre figyelnek-e, hogy az árérték arány megmaradjon ilyen koronavírus járvány veszélyes időszakban is? A kormányhivatal munkatársai figyelnek, nem az én főosztályomhoz tartozó szakmai feladat ez. Mi az élelmiszerbiztonságra és az élelmiszer minőségre figyelünk, de hogyha ilyen kirívó esetet tapasztaltunk, akkor jeleztük a megfelelő hatóságnak, hogy hol kell ellenőrzést végeznie, és én nagyon bízom a magyar emberek hozzáállásában, nem csak a fogyasztókében, hanem az élelmiszer vállalkozókében is, hogy nem akarják kihasználni ezt a jelenlegi helyzetet. Nos, akkor a végére maradt természetesen a konklúziók az idei munkájukról milyen összképet őriz? Nehezen indultunk, ugye mindenkit a járvány kötött le az elején, de azt kell, hogy mondjam, hogy mind az élelmiszervállalkozók, mind a hatóság gyorsan alkalmazkodott ehhez a helyzethez. Mi például megpróbáltuk a Nebih útmutatói, illetve kiadványai alapján tájékoztatni az élelmiszervállalkozókat, hogy lehetnek még biztonságosabbak, még biztonságosabb termékforgalmazók, és a vállalkozók pedig megpróbáltak erre odafigyelni. Ezért a tapasztalat mindenképpen pozitív. Az ellenőrzéseink nagy részében minden megfelelő volt, vagy apróbb hiányosságok voltak, de tapasztaltunk, ez főleg higiéniai hiányosság volt, illetve két esetben egészségügyi kiskönyvvel nem rendelkező alkalmazott esetén, hogy bírságot kellett kiszabnunk. Egy esetben, ahogy itt említettem, terméket kellett kivonnunk a piacról, és volt egy eset, amikor a tevékenységet korlátoznunk kellett, de az összkép mindenképpen javuló, mindenki alkalmazkodik a jelenlegi helyzethez. Örömmel értesültünk róla, köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és bizakodó vagyok. Én is köszönöm szépen. Hogy a nyári ellenőrzések, bár függ, ezt ugye tudjuk, hogy függ a koronavírus járványtól, de én azt kívánom, hogy zsúfolt strandokon és teli belvároson kelljen ellenőrizniük. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Szibert Gergely volt, az élelmiszer ellenőrzésekről esett szó. Nos, hát köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak otthon, viszontlátásra, és vigyázzanak egymásra.